Sziasztok, Joannie vagyok, üdvözöllek a csatornámon. Ez a videó egy picit most más lesz, mint a megszokottak, ugyanis már csak narrálni fogom az egyik végjátszásomat. Egy Fortnite videót hoztam nektek, amiben megdöntöttem a kill rekordomat. Ez a maximum, amit most felállítottam, és szerettem volna veletek megosztani, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok, akkor tartsatok velem. Ez is egy szokványos játéknak indult, nem gondoltam volna, hogy pont itt fogom megdönteni a kill rekordomat. Gold Solid móddal játszottam, aminek az a lényege, hogy csak aranyfegyverek vannak benne, és így gyorsan összeszedem a dolgokat. Minden más nézve viszont ugyanolyan, mint a rendes squad mód. Csapattársaim választották ezt a helyet a landoláshoz. Nem a kedvencem, mert ott olyan alacsonyan vagyunk, hogy könnyen kilőnek, de mázlim volt, hogy nem. Gyorsan itt körülnéztem, hogy van-e valaki. Azt hiszem, hogy itt, amíg nézelődtem, addig az egyik csapattársamat nokkolta valaki. Ketten voltak csak, a harmadik az nem tudom hova lett. Úgyhogy gyorsan indultam, hogy segítsek az egyik csapattársamnak. A másik az elkezdte már felszedni, vagyis elindult, hogy felszedje a kártyáját, úgyhogy gyorsan én is utánuk szaladtam. És ő ott lent, az a pici folt, jobb oldalon ő a csapattársam, csak valamiért nem jelzi ez a replay mód. Az se azt, hogy hány killem van, se semmi más, de hát sajnos ez most ilyen. Itt hallottam, hogy jön egy kocsi, meg is ijedtem, mondom, úristen, el ne üssön. Kedvenc dolgom a játékban, hogy kirobbantom a kocsikat. Hát itt nem jött össze, mert kiszállt a kocsiból korábban. És ő volt az első kill. És nem tudom, miért jött el a csapattársam. Eldobta. Na de itt volt az első kill. Azt kiírtam, hogy 19 killem lett a játékban, viszont azt nem, hogy ez hányadik koronás finem volt, tippeljétek meg a kommentek közt, kíváncsi vagyok, hogy van-e valaki, aki eltalálja. A végén amúgy ki fog derülni. Ezek voltak valószínűleg, akik leszedték a csapattársamat. Itt hárman voltak, hogyha jól látom. Kettőt lenokkoltam. Van egy olyan rossz szokásom, hogyha lenokkolok valakit, akkor utána szeretem kivégezni, nehogy valaki visszaszedje és elmenjen a killnap. Ez egy rossz szokás, mert közben le tudnak szedni. De most nem szedtek le kivételesen. Úgy lehet, hogy négyen is voltak, mert nem emlékszem pontosan. Azt tudom, hogy itt hallottam, hogy valaki jön még. De az is meg volt szerencsére, nem, akkor csak hárman voltak ezek szerint. De ez már a negyedik killem volt. Itt közben, amíg én ezt leszettem, a csapattársam az már elindult, hogy felvegye a másikat. Azt hittem amúgy, hogy ez volt az, aki leszette a csapattársamat. Mert közben a másik csapattársamat is valaki leszette. De ezt hagytam elmenekülni, mert úgy voltam vele, hogy ha most nem érek oda, a csapattársamhoz, akkor mind a kettő ki fog lépni, úgyhogy nagyon gyorsan elindultam feléjük. Nem szeretem, hogyha kilép mind a két csapattársam, mert akkor nincs, aki felszedjen. Itt volt még egy ember, bénáztam egy sort, aztán... Hát mivel a szerencsére elkezdett elszaladni, így el tudtam kapni. Ez egy rossz taktika. Aztán itt mögöttem hirtelen megjelent valaki. Kicsit meg is ijedtem, mint látjátok, ott háromszor el se találtam, azt hiszem, mert úgy megijedtem, hogy mögöttem van. Innen ugrottam úgy ki a busz, ez a visszahívó kocsitól. Na és akkor gondoltam, hogy gyorsan elkapom a csapattársamat, utolsó pillanatban kaptam el, és visszahívom. Csak hát közben ugye elkezdtek lőni, úgyhogy itt nagyon szurkoltam, hogy ne kapjanak el, még visszahívom, de szerencsére nem bírtak lelőni, és már jött rám a következő ember. Gyorsan megnéztem, hogy lehet tudom ezt snipe-olni. Hát sikerült, úgyhogy ez is megvolt. Szeretem amúgy a bokrot használni, mert nem tudnak eltalálni, mert nem látják pontosan, hogy hol vagyok. Úgyhogy így könnyen ki tudom őket szedni. Az egyik kedvenc dolgom a játékban az, hogy felrobbantsam a kocsikat. És... ha lehet, akkor próbálom alkalmazni. Itt jön is egy kocsi, már hallottam. Előveszem a snipert. És sokszor felrobbantom akkor is, úgyhogy semmi értelme. És hát nem tudom, hogy volt-e értelme, azt látom, hogy eldobta az embert, de hogy egyáltalán lesebezte vagy nem, azt nem láttam. Minden esetről is elkaptam, a csapattársam közben építget, és próbálja visszaszerezni a HP-ját, azt hiszem. Azt hiszem, ezen a ponton nekem se nagyon volt HP-m, mert ugye hátulról megtámadott az a Csajci, úgyhogy, vagy legalábbis nem tudom, hogy milyen nemű, de mondjuk most, hogy Csajci, mert Csajci volt a karakter. Gyorsan fölnyomtam a pajzsomat, és hát ha már ide rakták ezt a tornyot, akkor gondoltam, körülnézek innen föntről. Hallottam, hogy valamerre lövöldöznek, de jött egy kocsi, és gondoltam, hogy akkor a kocsit megint felrobbantjuk, mert miért ne? Ehhez kilőttem magam alól a talajt, nagyon ügyes vagyok. A csapattársam az mellettem, nem tudom, hogy miért nem jelzi ez a replay mód, hogy az a csapattársam, de az. És itt hirtelen megijedtem, hogy te jó ég, itt vannak mellettem az emberek, mert nem erre számítottam. Nem bántod a csapattársam, hogy gyorsan leszettem azt is onnan. És mondom, ott egy pajzs, nem érdekel, hogy belemegyek a tűzbe, akkor is felveszem a pajzsot. Jött egy kocsi, megint. Hát le akartam szedni a kocsit, de mondom, hát ez már mindegy, mert már elszaladt, úgyhogy gyorsan megpróbáltam leszedni ezt a banánt, mielőtt leszedi a csapattársamat. És így volt meg a 13 kill. Mind a hármat leszedtem. És volt egy csomó korona mindenfele. Itt az egyik csapattársamat amúgy sikeresen leszették, de szerencsére a másik épp szedte, és én meg addig összeszedtem a dolgokat. Egy pillanatra frászt kaptam ettől a farkastól, mert nem tudtam, hogy most ez kihez tartozik, de szerencsére hozzánk tartozott. Egy pillanatra megijedtem, hogy te jó ég. Engem állandóan megtámadnak ezek a farkasok a játékból, úgyhogy nagyon félek tőlük. Folyamatosan ezektől halok meg, ezek dobálnak össze-vissza, úgyhogy eléggé meg vagyok tőlük ijedve, hogyha meglátok egyet. De közben itt észrevettem amúgy, hogy bakker jön a kör, és nem vettem észre, úgyhogy gyorsan el kellett kezdeni futni, és ezzel nagyon messze voltam a körtől, úgyhogy hát nem lehet mit csinálni, elindultam a járgány felé, amit szeretek szétrobbantani, és láttam, hogy a csapattársamnál van egy rift, gondoltam elnyomja, de mégsem jó, hát akkor mindegy, akkor menjünk. Itt az volt a taktika, hogy fölmenjünk minél magasabbra, a hegy tetejére, hogy hogyha jönnek beérkezők, akkor le tudjam őket szedni. Ugyanis ugyebár, hogyha hegytetőn vagyunk, az mégiscsak nagyobb benőgy, mint hogyha valahol lent vagyunk. Hát még lehet, hogy a csapattársam annyira nem örült neki, nem tudom, hogy nekik mennyi fegyverük, meg stb. Volt, mert fogalmam sincs, mit csináltak tulajdonképpen, de voltak az a lényeg, és néha ők is lőttek valamit, na majd meglátjátok. Én szeretem ezt a kavicsot mindig leszedni, két okból, egy vicces, kettő. Itt amúgy majdnem lelőttek a kocsival, és azt hittem, hogy annyi. Szóval... Azért szeretem lelökni ezt a dolgot, mert ha valaki jön és rám lövi és rám gurul, akkor az nem annyira jó, úgyhogy ez a két opció, azért szeretem ezt lelökni. Na itt figyeltem, hogy hát ha jött valaki ebből az irányból, mert ugye mi is innen jöttünk be, és elég messze ment itt a kör, úgyhogy itt újságműtig tud építeni, sajnos az még mindig nem annyira megy, de gondoltam, hogy ha építek valamit, akkor mégiscsak jobb. Na itt elkezdtem lőni ezt a kocsit, mert szeretem a kocsikat felrobbantani, de annyit belelőttem, és nem robbant fel ez a kocsi, nem tudom, ez a kocsi ez miből volt. Nyilván sniperrel kellett volna belelőni, csak a sniperemet nem akartam erre elhasználni. Természetesen addig a csapattársamat lelőtték, úgyhogy elkezdtem felszedni. Közben persze hallottam, hogy valaki jön, és eléggé meg voltam ijedve, hogy most le fog lőni, sőt rám is lőtt. Itt nagyon leszedtem amúgy a pajzsomat, tehát konkrétan egy lövés volt, mert egy lövéssel le tudott volna szedni, de helyett úgy döntött, hogy beszáll a kocsiba, amit itt nem sikerült eltalálnom, és elszaladt, közben a csapattárs a hátam mögül jött, úgyhogy ezt is elkezdtem leszedni. És természetesen a lépcső, amit építettem, az bement a lába alá, hát nem így gondoltam, hanem az én lábam alá szerettem volna, de mindegy, megvolt ő is. Ő volt az egyetlen, akit lelőttem és túlélte szerintem, mert nem számoltak ilyenek. Aztán itt volt ugye a másik csapattársa, nekem itt már nem volt pajzsom, meg semmi, úgyhogy Örültem neki, hogy sikerült leszedni az utolsó pillanatban, úgyhogy gyorsan fel is nyomtam a pajzsomat. Taktika megint csak, hogy ebben a módban mindig nagy pajzsokat hozok magamnál, vagyis viszek magammal, mert ugye itt, hogyha a sniper eltalálnak, akkor csak azzal tudod visszanyomni fullosan magad, illetve nagyon fontos, hogy mindig fullos legyél, mert ha eltalálnak sniperrel megint csak, akkor így tudod csak túlélni, megint jön valaki kocsival, felszeredném robbantani, de már minek, mert már elszaladt oda és lövi a csapattársamat, úgyhogy gyorsan megpróbáltam őt is leszedni, leszettem. Közben az előzőt, akit leszettem, leszedem. Én már amúgy gondoltam, hogy persze a Riften elment a csapattársam, és gondoltam, hogy majd én is azzal megyek, de hát természetesen már benne volt a körbe, és nem volt kedvem visszamenni. Úgyhogy akkor futi be a körbe, mert jó messze van, mert megint a kör, és nem figyeltem már megint. De szerencsére annyira nem kellett sietnem, mert pont be tudtam érni anélkül, hogy megcsípjen a kör. Na, és akkor szaladtam be ide, gondoltam, hogy na, most akkor megmutatom, hogy hú, én nagyon tudok építeni, úgyhogy jön is mindjárt az építés. Itt elkezdtem 2 lépcsőt, következő, puf, le is estem, hát már megint nem ment, úgyhogy ez van. Na mindegy, szóval fölmentem ide, és akkor gondoltam, na ide építek valamit, megnézem, hogy van-e valaki körbe. De hát ugye itt volt ez a köd, aztán semmit sem láttam tulajdonképpen, úgyhogy hát nem tudom, hogy hol vannak a többiek, de mindegy. Csapattársaim azok valahol erre rohangáltak, itt volt mellettem az egyik. Fölmentem ide, akkor megint úgy csinálok, mintha tudnék építeni, szeretnék egy lépcsőt is, de ezt természetesen nem lehet beépíteni, meg a fejem fölé rakom, de mindegy, akkor ezt kiütöm, és akkor építek ide egy lépcsőt, és akkor itt volt a gáz, mert észrevettem, hogy van szemben valaki, mindjárt észreveszem, aki viszont nagyon tud építeni, és az ilyenek tárgyában meg szoktam ijedni, be is jelöltem, hogy lőjetek csapattársak, természetesen oda sem néztek, de mindegy, szóval elkezdtem lőni, igyekeztem kilőni az épületét, aztán leugrott valamire földre, nem tudom miért, úgy megkönnyebben leszettem. Na mindegy, úgyhogy közben a csapattársamat az ott leszette, úgyhogy azt is le kellett szedni. Másik csapattársam azt fölvette, és elkezdte éleszteni, amíg én itt nézelődtem, hogy ki van még. Itt ezen a ponton azt hiszem, hogy csak 2 ember volt, úgyhogy megláttam, hogy egy kocsi mellett állnak. Először kilőttem ezt a... mi is ez? NPC-t. Utána viszont megláttam, hogy a kocsi mellett állnak, és akkor elkezdtem a kocsit lőni. Itt egy darabig nem láttam őket, hogy pontosan hol vannak, néztem, hogy a csapattársam mit csinál. Gondoltam, várok egy picit azért, mert megvolt ugye a korona, és ez volt a 29. koronás victorim, és szerettem volna, hogyha most ezt a végjátszást meg tudom nektek mutatni, tehát meg lenne a 30, és ezért most itt nagyon óvatosan próbáltam nézni, hogy biztosan megnyerjük. Viszont nem nagyon jöttek elő honnan az emberkék, vagy legalábbis innen nem láttam, hogy hol vannak, csak a sniperrel láttam rájuk, a többi fegyverrel nem, és megláttam, hogy a kocsi mellett áll, úgyhogy gyorsan felrobbantottam a kocsit, mert mindig azt szoktam csinálni, és már repül is onnan az NPC, de sajnos túlélte a dolgot, úgyhogy arra gondoltam, hogy hát innen messzire nem tudom őket lelőni, erre a csapattársam már megint meghal. Nagyszerű, mindegy, a másik felszedi, úgyhogy gyorsan úgy csinálok, mint aki tud építeni, csak lelőjenek innen, mert akkor nekem annyi már tulajdonképpen, hogyha innen leesek, akkor nagy lehet volna a fordulni, és de szerencsére nem volt annyi egyszer, hogy lelőjenek. Megnéztem, hogy le tudom ezt sniperni, és sikerült. Nem tudom, hogy ez hogy jött össze, amúgy itt a visszajátszásban egy kicsit kevésbé látszik, de amikor lőttem, akkor én jól ráláttam, tehát tudtam, hogy el fogom találni. És akkor már csak egy ember maradt, viszont itt nem tudtam, hogy hogyan jöjjek le erről a csodáról, amit a csapattársam épített. Na, legalább ő is megmutatta, hogy tud valamit építeni. Elindultam itt errefele oldalt, és gondoltam, hogy szépen becserkészem most már ezt az utolsó emberkét. A csapattársam a kukában is megnézte, de hát nem ott volt. Úgyhogy elkezdtem itt megint úgy csinálni, mint aki épít. Hát megint beépítettem magam a lépcső alá. Ez amúgy szokványos, nem tudom, hogy ezt miért csinálom folyamatosan. Na és akkor gondoltam, hogy wow, a csapattársam megtalálta, és azt lövi. Hát nem, engem lőtt, úgyhogy lelőtte az építményemet, mondom, ez zseniális. Ez pont most kell csinálni, amikor egy ember van már, hogy lelövöd az építményt, hát hogyha nekem is annyi lesz, de mindegy. És valahol sejtettem, hogy ebben a házban van, mert láttam, hogy ide ment be, de nem tudtam, hogy pontosan hol van, így benéztem, de nincs, hát az is lehet, hogy már átment a másik oldalra, honnan tudjam. Úgyhogy végül is úgy döntöttem, hogy fölmegyek ide tetőre, és akkor egy kicsit itt hallgatózom, hogy hát hallom, hogy lépked, de nem hallottam semmit se. Közben viszont az volt a baj, hogy hát a csapattárs, amit csinált egy ilyen lépcsőhidat, ami amúgy tök jól jött, mert ezen át tudtam futni a vége fele, mert a kör az meg nagyon elkezdett közben elindulni, amíg én próbáltam keresni, hogy hova lett az ember. Úgyhogy gyorsan elkezdtem szaladni, és itt azért kicsit pánikoltam, hogy nagyon sok helyre el lehet itt bújni, hogy hol lehet ez az ember, és mi lesz így. Na mindegy, felszaladtam ide, és itt volt az utolsó kill. És ezzel meg volt a 30. Crown Victory. Nem tudjátok, hogy mi ez a Crown Victory, ez tulajdonképpen azt, hogy felveszem a koronát, és megnyerem a játékot vele, tehát nem ennyi vinem van, hanem ennél sokkal-sokkal több, pontosan nem tudom, hogy mennyi, de 30-szor sikerült eddig bevinni a koronát. Legtöbbször amúgy ebben a játékmódban játszok, és nagyon szeretem ezt a játékmódot. Kíváncsi vagyok, hogy hogy tetszett nektek így a végigjátszás, hogy most csak kommentáltam. Tehát 19 lett a max kill, ez az új kill rekordom. Ha esetleg megdöntöm a közeljövőben, akkor szívesen megmutatom nektek azt a videót is, bár kétlem, hogy sikerülni fog. Amúgy azért nem látszik azt, hogy hány killem van, meg mi van nálam, mert replay módban játszottam vissza, és úgy látszik, hogy ott valamiért ezt nem mutatja. De ha valaki nem hiszi el, akkor szívesen megmutatom, hogy a map szerint hány killem van. Minden esetre nem nagyon volt benne vágás a videóban, úgyhogy látjátok, hogy mi történik. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, ha szeretitek, amit csinálok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!